Tehát ugye, mint már szó volt róla, minden könyvtáros tanárok egyesületi tag az idei tagságáért megkapta a Kis Kátér könyvek legújabb kötetét, ugye már fotózkodtunk is vele. Itt a honlapunkon szeretném megmutatni alapvetően azt, hogy ez a sorozat már ugye szép virágál össze, a 11. kötete ez a mostani. Azért érdemes a sorozat honlapjáról indulni, mert azon, hogy megismerhetjük a sorozat korábbi köteteit, egy nagyon értékes része van a kötetnek, ez pedig az összesített mutató. Ugye, ami magában a kötetben is elérhető, de itt online is elérhető és kereshető a Ctrl+F funkcióval bizonyos tekintetben még akár hatékonyabban is, mint nyomtatottan. Ugye meg lehet nézni, hogy az ebben megjelent témák, publikációk célok szerint hogyan sorolhatók be. Ugye úgy kell értelmezni ezt, hogy a kötetszám per a publikáció száma, tehát a 10. kötet 13-as tanulmánya például ez az érdeklődés felkeltésére szóló, de ha már itt történelem tanárok vannak, akkor azt is szeretném megmutatni, hogy tantárgyanként is lehet ebben keresni. Azon belül is próbáltuk ugye nem csak betűremben, hanem tematikusan is csoportosítani. Ebben a legújabb kötetben is van történelem is, egy nagyon izgalmas a forráskritikával kapcsolatban, a rendszerváltással kapcsolatban egy nagyon érdekes forráskritikai történelmi óravázlatot láthatunk. Maga a kötet oldala is, azt is megmutatom a honlapon, ugye itt lehet tájékozódni, maga a kiadvány nem online, de maga a tartalomjegyzék, az itt is elérhető, és látható, hogy nem véletlen, hogy ez a sorozat eddigi legvaskosabb kötete, most nem is készültem ebből, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sok oldal, 375 oldalnyi jó gyakorlatot olvashatok ebben a kötetben. A kötet érdekessége, hogy úgy épül föl, mint a korábbiak, de hogy két kötetet integrál magába, hiszen vannak benne foglalkozástervek, és vannak benne ötletek. Tehát az ötletek azok a 9-es kötet folytatásai, ugye alapvetően azt a sablont használják, itt a szolgáltatások, könyvtáros tanároknak szóló jó gyakorlatok, tesztfeladatsorok, feladatok egy témaköré, mindenféle ráhangolódás, forrás alapú dolgok, és aztán ugye a foglalkozástervek viszont már ugye a 7-es, 8-as kötet struktúráját követik ugye ebben a blokkban, és a projektek pedig a 4-es kötethez hasonlóan mutatják be a foglalkozásterveket ugyanazokban a sablonokkal, tehát megismerhető struktúrában. Amit még elmondanék, hogy jelenleg a 11 kötetünkben most már több mint 100 kolléga publikált, vagy majdnem 100 kolléga, tehát nagyon várjuk azt, hogy a mostani pályázatból is lehet majd egy 12. kötetünk, vagy egy 13. Meglátjuk majd, hogy hogyan kapunk hozzá támogatást.